Július 1-e a köztisztviselők napja. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei önkormányzat idén a Magyar Nyelv Múzeumát választotta helyszínül munkatársai megünnepléséhez. Nagy becsülés a dolgozóink iránt, akik a mindennapjainkban segítenek bennünket, hogy a döntéshozatal az megalapozott legyen szakmailag, jól előkészített anyagok kerüljenek a döntéshozók elé, és hát ami a legfontosabb, ugye, hogy annak a hivatalnak a működése biztosítsa a jogszerűségét és a szakmaiságát azon intézményhálózatunknak, ahol több mint 50 intézmény szolgálja a megye lakosságát. Ennek az egyik legfontosabb láncszeme az, hogy a hivatalban jó legyen az a munka, amit az itt lévő kollégáink végeznek. Jól bevált hagyomány a megyei önkormányzatnál, hogy a köztisztviselők napján díjakat adnak át. A hivatal vezetése dönti el, azoknak a kollégáknak adják át minden évben, illetve adjuk át a megtiszteltetést, akik az elmúlt esztendőben sokat tettek, nem azt mondom, hogy a legtöbbet túlórázták, hanem a munka során a legtöbbet tették, az ő intézményhálózatuk működött a legjobban, és hát szeretnénk, egy apró kis figyelmességről van szó, ezt minden ciklusban, az elmúlt két ciklusra vonatkozóan minden évben értékeljük, és minden évben nagy-nagy örömet tudunk okozni azoknak, akik nekünk egész évben örömet tudtak okozni. A Borsod-Abaúj-Zemplén megye önkormányzatáért díjat idén az egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi főosztályvezetője kapta, aki 2007 áprilisától tölti be ezt a munkakört. Hogy mit kell tenni egy ilyen díjért? Én csak tettem a dolgomat, azt gondolom. Mindig is úgy éreztem, hogy az ember bárhol dolgozik, bármit csinál, csak akkor tud önmagának megfelelni, én legalábbis önmagamnak megfelelni, hogyha azt teljes energiabedobással, teljes odaadással teszem, anélkül a belülről hozzáadott értékkel, kitartással, hivatástudattal, illetve enélkül ez a feladat nem ellátható. A díjátadások után színvonalas műsor szórakoztatta a megyei önkormányzat munkatársait. Az innen, az innen.